arról kérdez, hogy merre van az állatkert. Hogy reagálsz? Nem arról kérdezek, hogy mit mondasz, hanem az érdekel, hogy érzed magad. Lefagysz? Zavarba jössz? Nehezen találod a szavakat? Vagy épp ellenkezőleg? Örülsz, hogy használhatod a nyelvet? Pályám kezdetén nyelvtanárként dolgoztam, és utána sokáig külföldi cégeknél nemzetközi környezetben. Az a tapasztalatom, hogy ahányan vagyunk, annyiféleképpen érzünk a nyelvtudással kapcsolatban Magyarországon. És ez nem véletlen. Ebben a témában a múlt, a jelen és a jövő találkozik. Én ma angol nyelvi példákon keresztül osztok meg veletek gondolatokat, de ezek persze más idegen nyelvre is érvényesek lehetnek. Nyáron egy amerikai barátnőmmel turistának öltözve bevetettük magunkat Budapest belvárosába, és 2 órán keresztül megszólítottunk embereket az utcákon és üzletekben. Például taxiállomáson, papírboltban, éjjel-nappaliban. Ugyanokat kérdeztünk, hogy van-e bélyeg, vagy hogy merre vannak a híres romkocsmák, vagy hogy hol tudnánk egy jót enni. 3 dolgot figyeltünk meg. A Do you speak English kérdésünkre szinte minden ember úgy válaszolt, hogy a little bit, so-so. Azaz, hogy egy kicsit. Az is, aki folyékonyan tudott, és az is, aki alig. Egyébként a legtöbb ember nyitott volt és megpróbált segíteni. De a legnagyobb tanulság az, hogy milyen hatalmas különbség volt az emberek tudása között. A magyarul elmondott és heves fejcsóválással kísért nemtől a 2-3 perces, szinte shakespeare-i angolsággal elmondott monológi mindennel találkoztunk. Ez a kutatás számomra megmutatta azt, hogy milyen széles skálán mozog a magyarok idegen nyelv használata. Az előbb említett 2 végletet egy ismerősöm által szemléltetett példa mutatja be talán a legjobban. Arra a kérdésem, hogy figyelj, te hogy állsz a nyelvtudással? Azt felelte. Hát, én bármit múlt időbe tudok tenni, de hogy mit jelent, azt nem tudom. Ez nagyon hasznos lehet. Hosszasan mesélt nekem arról, hogy mennyi időt töltött igeragozással és szavak magolásával, de használni nem tudja a nyelvet. Ez egyébként tükrözi azt a beidegződést, amikor egy céges angol nyelvtanfolyamon valaki bepanaszolta a HR-en az angol anyanyelvű tanárt, mondván, hogy nincs elég nyelvtan az órákon. Ez a múlt, és sok helyen a jelen. Nyelvtan, ragozás, memoriter. Viszont ami a jó hír, hogy ugyanennek az ismerősömnek, Panni nevű kislánya, ennek a szöges ellentéte. Ő a jövő. Külföldön nyaraltak, és a kislány játékát elsodorta a víz. Egy hölgy találta meg. Panni odarohant hozzá, és minden gond nélkül megkérdezte angolul, hogy Can I get my shark back? Visszakérhetem a cápámat. Majd visszarohant anyukájához, és lelkesen kérdezte, anya, ugye jól mondtam? Számomra ennek a történetnek az a tanulsága, hogy Panninak valószínűleg fogalma nincs nyelvtanról és igeragozásról. Ő egyszerűen merte, és örömmel merte használni a tudását. Ez a kislány én is lehetnék. Szerencsés vagyok, mert gyerekkorom óta része az életemnek az angol és az angol szász kultúra. Így nekem felnőtt fejjel soha nem kellett ezzel kapcsolatban igazából elgondolkodnom, vagy döntéseket hoznom. És ezt többek között a nagymamámnak köszönhetem. Nagymamám országos hírű belgyógyász volt, diplomata feleség, elismert kutatóorvos Magyarországon és Amerikában. Valószínűleg senki nem sejtette róla, hogy gyönyörű polgári lakásában illegális tevékenységet folytat. Nem ezt csinálta. Nagymamám kazettákat másolt, videókazettákat. Mindenkinek megvan, hogy az mi. Vett 2 videómagnót, és angol nyelvű feliratos filmeket másolt át, amiket a videótékából kölcsönzött ki.
Szóval rendületlenül másolta a kazettákat, hogy drága kicsi unokája, aki én voltam, élmény alapon szívja magába az angol tudást. Mert mit csináltam? Hát amit minden gyerek. Hogy minden filmet 50-szer megnéztem. És ezáltal észrevétlenül memorizáltam tonna számra az angol nyelvű párbeszédeket. Talán furcsa hangzik, de sokszor előfordult életemben, amikor egy angol anyanyelvűvel beszéltem, hogy a kérdésére a választ hirtelen egy filmből vágtam rá. Gondolkodás nélkül, ahogy tette Fanni is, az ismerősöm kislánya. Mami mindenben előrébb járt a koránál, és az idő őt igazolta. Ő tudta, hogy nyelvet így kell tanulni, és hogy a nyelvtudás az nem önmagáért van, hanem hogy használjuk. Nyelvtudás, nyelvhasználat. Mit jelent az egyik, és mit jelent a másik? Sokszor azt gondolhatjuk, hogy a nyelvtudás a cél, holott a nyelvtudás eszköz. Képzeljük el az idegen nyelvet, mint egy ruhásszekrényt, amelyben a ruhák a szavak. Szorgosan gyűjtögetjük az évek során a ruháinkat, és van, akinek kisebb, van, akinek nagyobb a ruhatára. De azért vannak a ruháink, hogy porosodjanak, vagy a moly rágja ki őket? Ugye nem? Azért van, hogy használjuk, azaz hordjuk őket. Egy idegen, egy öltözködni sem könnyű, de egy idegen nyelvet használni sem. Hogy mit tehetünk tehát, hogyha szeretnénk jól öltözni, azaz egy idegen nyelvet jól használni? Mire figyeljünk, amikor kilépünk a tanteremből, a való világba? Figyeljük meg a beszédpartnerünk nyelvhasználati szokásait. Például Amerikában úgy köszön neked a pénztáros a szupermarketben, hogy How are you doing today? Hogy vagy ma? Azaz, hogy ityeg a ficseg? Én amikor ezt először hallottam, akkor elkezdtem rá válaszolni, de a pénztáros hölgy már a következő pillanatban lehajtott fejjel csippantotta tovább a vásárolt helyetére. Ez ott nem egy kérdés, hanem egy a köszönés a része. Ez egy szokás vagy szemlélet, ami megnyilvánul a nyelvben. Sokszor, amikor idegen nyelven megpróbálunk beszélni, akkor szerintem a legnagyobb baj, hogy csak magunkra figyelünk. Azon munkálkodunk, és sokszor görcsölünk, hogy mondatokat formáljunk meg, szavakat rakjunk helyesen egymás után, és hogy ne égjünk le, ugye? De mi hiányzik ebből a próbálkozásból? A beszédpartnerünk hiányzik belőle. A beszédpartnerünk, aki nem a semmiből jön, hanem egy országból. És ennek az országnak megvan a maga gondolkodásmódja, kultúrája, szemlélete, ami a nyelvben is megnyilvánul. Emlékszem, gimnazista koromban egyszer egy önkéntes munka során kölcsön akartam kérni egy tollat angol önkéntes társamtól. Odafordultam hozzá, és simán lefordítottam, hogy nincs egy tollad. Don't you have a pen? És akkor láttam, hogy egy picit megsértődött. De miért? Mert ez a két mondat nem ugyanazt jelenti. Ez nem egy ártatlan kérdés számára, hanem egy bántó számonkérés. Számára ez valahogy így jön le. Nincs egy tollad? Szerencsétlen. Vigyázzunk, amikor szó szerint fordítunk magyarul. Egyébként hasonló élményünk volt az amerikai barátnőmmel való kalandozás során is, amikor arra a kérdésünkre, hogy merre van a Duna, egy nagyon kedves helyes segítőkés srác mosolyogva előre mutatott és közölte. Go away! Tűnj el! Nem akart ő rosszat, csak szó szerint fordított magyarul. Ahelyett tehát, hogy csak magunkra figyelünk és görcsölünk és mondjuk szó szerint fordítunk, a lényeg, hogy megismerjük beszédpartnereink gondolkodásmódját, szemléletet és nyelvhasználati szokásait. És mi a helyzet a munkavilágában? A munkavilágában, ahol különösen fontos, hogy megértsük beszédpartnerünk gondolkodásmódját. Hogy tudjuk ott jól használni a nyelvet? Én 17 évig dolgoztam, de elsősorban amerikai kultúrájú nagyvállalatoknál. Ha valamit megtanultam, az az,
hogy egy ilyen környezetben a siker két összetevője a magabiztosság és a pozitív életszemlélet. Olyan ismerős lehet. Egy amerikai úgy van összerakva, az az alap beállítódása, hogy igen, meg tudom csinálni. Yes, we can. Nem tudom, emlékeztek páran erre a szlogánra. Meg tudom csinálni. Minden körülmények között rendkívül magabiztos és optimista. És mi magyarok? Ismerősen hangzik, ha azt mondom, hogy igen, de. Hogy nekünk ez egy jellemző attitűdünk. És hogy jön ez a nyelvtudáshoz? Amit már volt róla szó, a gondolkodásmód és a szemlélet a nyelven fejeződik ki. Hogyha nem ismerjük beszédpartnerünk szemléletét, nem biztos, hogy át tudjuk adni az üzenetünket hatékonyan, vagy megértjük az övét. 2 éve egy nagyvállalat menedzsere Levente volt az ügyfelem. Angol tudása picit kopottas volt, de remekül elboldogult, mert jó szakember volt. Viszont amerikai kollégái eleinte vonakodtak rábízni nagyobb feladatokat, mert ha feldobtak egy ötletet, Levente mindig azt mondta, hogy igen, de! Azaz, hogy mi lesz az akadály és a probléma. Aztán végül szuperül megcsinálta a feladatát, bizonyítva ezzel, hogy igen, meg tudom csinálni. Csak ez a fajta kommunikáció az elején nem keltett bizalmat az óceán másik partján lévő kollégákban. Levente soha nem értett, hogy ezek mit süketelnek? Mi ez a hurrá optimizmus? Ők még nem értették, hogy Levente miért kötekszik. Pedig csak mindketten a saját országuk gondolkodásmódját és szemléletét vitték be a párbeszédekbe. 2 hónapig intenzíven dolgoztunk Leventével. De nem a nyelvtudásán. A nyelvtudása ugyanolyan szinten van. Viszont tanult párfogást, amivel jobban tudja azt használni. Ezzel most már elkápráztatva egyébként főnökeit és kollégáit. A ruhásszekrény hasonlattal élve, Levente megtanulta, hogy tréningruhában nem megy az operába, vagy smokingban egy foci meccsre. Levente példája a hatékony nyelvhasználatról szól. Hogy foglalkozzunk ezzel, mert ez a jövő. Sokszor, amikor nyelvtudásról vagy nyelvhasználatról gondolkozunk, úgy érezhetjük, hogy megrekedtünk egy szinten. Ugye? Ismerősen hangzanak ezek, hogy tanultam, de már elfelejtettem. Vagy hát kéne, de nem tudom használni. Vagy én ezzel már elboldogulok, amíg van. Talán ismerősek ezek az érzések. Akkor hogyan és miért lendülnél innen tovább? És miért van az, hogy még mindig nem állunk jól nyelvtudás terén Magyarországon. Egy nemrég készített felmérés szerint a 15 és 64 év közötti magyarok alig 15%-a mondja magáról, hogy tud angolul, vagy egy másik idegen nyelven. Ez fele annyi, mint Szlovákiában, vagy Csehországban, és harmad annyi, mint Horvátországban. Szerintem azért nem állunk jól ebben a témában, mert még mindig nem eszközként és lehetőségként, hanem valami fajta szükséges feladatként tekintünk a nyelvtudásra. Egy kötelező tantárgy a suliban, egy kötelező nyelvvizsga az egyetemen. Hogyan lépnénk innen tovább? Munkán során azt tapasztaltam, hogy azok érnek el ebben sikereket, akiknek van valami célja, bármilyen célja. Lehet ez egy állásinterjú, egy előléptetés, egy utazás, vagy egy szerelem? Ahogy beszéltük, nem a nyelvtudás a cél. A nyelvtudás egy eszköz. Eszköz, hogy elérd a céljaid. Lehet, hogy azt gondolod, hogy neked ezzel most nincs dolgod. Lehet. De nem tudjuk, mit hoz a jövő. A munkád miatt nem is, mert ez egyre kevésbé elképzelhető. Lehet, hogy azért fogsz idegen nyelvet tanulni, mert egy vasárnapi rántott hús felett fogsz csevegni Londonba szakadt gyermeket angol párjával. De ami még fontosabb, hogy amikor valami új dologba kezdünk, legyen az nyelvtanulás, vagy bármi más, akkor egy új világ nyílik meg előttünk. Ugye biztos ti is éreztétek már, hogy amikor új dologba kezdtetek, akkor egy új világ nyílt meg előttetek.
új embereket ismertek, meg új helyekre jutott el. Akkor hogyan tovább a nyelvhasználat útján? Három gondolatom van számodra. Az egyik, hogy tűz ki egy célt. Ha kertészkedés a hobbid, akkor ásd bele magad az idegen nyelvű szakirodalomba. Utazni szeret? Akkor tanulj meg akcentusokat felismerni, vagy angolul alkudozni tudni. Ha amerikaiakkal kell tárgyalnod, akkor tanulj meg az ő nyelvükön érvelni. Második. Vedd észre a lehetőségeket, és élj velük. Az én nagymamám még kazettákat másol. Édesapám egyébként pedig az Amerikába disszidált rokonok által nagy nehezen hazaküldött újságokból tanult angolul. Ez a múlt. Ők megküzdöttek azért, hogy eredeti anyagokhoz jussanak. Neked már nem kell. Eláraszt minket az internet információval. Ha esetleg bűntudatod van, hogy a trónok harcát nézed esténként, akkor nézd angolul. Vagy sokat Facebookozol? Vásd át a nyelvet angolra. Szinkronizált filmet nézel még? Miért nem feliratos? És végül, merj spontán lenni és élvezni ezeket a helyzeteket. Ahelyett, hogy görcsölnél, ne félj attól, hogy hibázol. Bennünk magyarokban van ez az állandó félelem a hibázástól. Görcsölünk, és sokszor önbizalomhiánnyal küzdünk, amikor egy idegen nyelven kell beszélni. Gondolj csak arra, amikor egy külföldi beszél hozzád magyarul. Téged érdekel, hogy nyelvtani hibát véted? Vagy nem a megfelelő kifejezést használtam? Ugye nem? Örülsz neki, hogy kapcsolódik hozzád, és arra fókuszálsz, hogy mit akar mondani neked. Do you speak English? Én egy olyan világban szeretnék élni, ahol minden magyar örül, ha erre a kérdésre válaszolhat, ha kommunikálhat, és így kapcsolódhat egy másik emberhez. És én azt szeretném, hogyha mindannyiunknak természetes lenne, hogy egy új nyelv ablakot nyit egy új világ.